Sziasztok, itt Amur, és újra Minecraft, és új évad, és új modpack. Ez pedig a Curse Launcherből tölthető Project Ozone. Vannak benne egész jó dolgok. Amivel kezdeném, az a legnagyobb újdonság tech vonalon, ez pedig a Magnetic Craft, amiben új ércfeldolgozó vonal is van, új energiatermelő vonal, és nagyon jó kis ötletek vannak benne. Természetesen van benne napenergia, szélenergia hasznosítás, hőenergia hasznosítás, viszont a hőenergiának a hasznosítás az nagyon pozitívan van megoldva, az nagyon-nagyon tetszetős. Többek között Steam Engine-nal, boilerből, gőzből tudunk energiát csinálni, de ezzel a hővel tudunk sütőt is üzemeltetni, tehát nem kell bele szén, fa, semmi, hanem mondjuk akár egy tükrös rendszerű solar tower-rel hőt termelve szépen fel tudunk melegíteni olyan hőfokra is sütőt, hogy akár a vasat is kisüti nekünk. Tehát nagyon jó megoldások vannak, tényleg tetszik. És hát ennyi, egy hátránya van talán, ami majd hátrány vagy nem hátrány, majd meglátjuk, hogy nem RF-et használ, hanem saját energiája van, de a modkészítő tett róla, hogy ez oda-vissza konvertálható legyen, egy RF alternátorral, akár vezeték nélkül is lehet Reston Fluxból a Magnetic Craftos energiát csinálni, vagy visszafele kinetik generátorral lehet a Magnetic Craftos energiából RF-et csinálni. Tehát ezzel, ahogy én néztem videókat róla, nem lesz gond. Tehát működik, hál' Istennek. Van benne nehezítés. Tehát alapból a Project Ozone, ha ránéztek, ez egy SkyMap-os, SkyBlock-os móka, de természetesen normál világot is lehet generálni. Annyi, hogy alapból 6-korra generálja, ezt át kellett állítani a szerveren is, de most már úgy látom sikerült, mert nem kis hardcore szívecskéket mutat nekem. Természetesen ad questbookot, ezt akarjuk, a szimpla világba is elkezdhetjük csinálgatni a questeket, mert adnak questre várdot, tehát még talán még érdemes is, de nem kötelező. Normál világot generálva viszont megkapjuk ezt a modpakot normál használatra, úgymond. Van benne egy-két jóság, többek között a Tinkers és az Iguanás Tinkers, ami még tetszik benne, hogy benne van a Vein Miner, ami kicsit csalás, hát itt nem véletlenül, itt elkattintottam magam, és a fél hegyet lebontotta, aztán fejlődött is kapásból. Ezt alapból az öbetűre rakja, ha jól emlékszem, tehát öbetűt lenyomva tartva kattintok, csak most nem akarok szétkapni mindent, akkor elbontja itt, de majd úgyis fogok bányászni, majd meglátjátok. Amit minél hamarabb meg kellene csinálni a Tinkers-es kemence, hát ez egy olyan dolog, amit meg nem láttatok és nem csináltatok, tehát ezt se feltétlenül akarnám levideózni, majd ha kész lesz, akkor esetleg megnézzük és lépünk tovább. Azt nem tudom igazából, hogy ezt a Magnetic Craftot hol is érdemes elkezdeni. Hát biztosan nem kell itt kapásból ércfeldolgozót építeni, de mondjuk energia nem árt már csak azért sem, hogy egy brick furnace-t meg tudjunk csinálni, amivel ki tudunk sütni bármit, akár kis húsit is, ha úgy van. Ez a brick furnace, ez pedig így néz ki, amihez tulajdonképpen mi kell brick, egy normál furnace, meg egy heat kábel, amihez meg kell egy salt block. Na, hát ezeket majd meg fogjuk tudni csinálni. Agyagunk most is van, csak felhasználtuk nagy részét a Shared Rickhez. Hú, olyan régen csináltam már Tinkerset, olyan régen Minecraftoztam, na ez van, ilyenkor sok hülyeséget elfelejt az ember, majd nem hülyeségeket is. Na, majd ezt megcsináljuk, természetesen ezzel kell kezdeni egy Tinkerses asztalsorral, mert a normál vanillás csákányt és a többit nem is tudjátok, csak két kattintással használni is elkapik. Tehát rögtön Tinkerszel kell kezdeni, itt mondjuk az Infinity Expertbe. Forgok itt össze-vissza, mert elszédültök. Nagyon sok jóság benne van, nem is tudom, hol tudom a modokat a legegyszerűbben megmutatni. Item subsetnél itt vannak a modok, igen. Ezt akartuk. Hú. Most úgy gondoltam, hogy még ezek is állnak. Upload Energetic 2 természetesen benne van.
Aroma Dimensional World, ami generál egy olyan világot, ami jó bányászásra való, tök lapos, nem generálódnak mobok, mindig nappal van, tehát egy nagyon profi dolog ilyen tekintetben. Van benne természetesen buildcraft is, és azáltal tudunk a normál query-t is csinálni, nem csak az ender query-t. Better Builders van, ez majd biztos jó lesz később. Bioglocraftunk, Big Reactorsunk is van, tehát tudunk olcsó energiát is előállítani, de most mi a magneti craftos vonalon szeretnék elindulni. De azért egy build WC-s query-t mindenképp építek, mert szeretném lebontani a félvilágot. Carpentersünk is van, Chisselünk is van, Computer Craftunk is van, Ender Storage-ünk is van, Ex Nihilo, meg hasonlók is. Extra Teak, azt mondja, Forge Microblocks, az sem hátrány, Galactic Craftunk is van, Hardware Casting Board, igen, Iguana Tinker Stick természetesen, Immersive Engineering, nagyon szeretjük, Iron Chest Jabba, ugyebár jó kis tároló egységek, Loot Bags, bármilyen lényt megöltök, tehát akár egy tehenet is, akkor is dobja ilyen kis zsákokat, amiben jó dolgok lehetnek. Lehet találni Magical Crops, tehát tudjuk majd termeszteni az érceket is, maga, vagy akár az Enderman szemét, Ender gyöngyöt. Armoria is van most már, ezt még nem ismerem, majd kipróbáljuk. Természetesen a Magnetic Craft, amit már említettem. Mechanizmus van benne, nagyon régen, de nagyon jó a teleportáló kapuja, ezt biztos, hogy fogjuk használni. Metallurgy, azt majd Mine Factory Reloaded, Mechanism Tools is benne van, oké. Okay. Nuclear Craft, Open Block, Open Modula Turrets is, Portal Gun, nagyon jó Project Red sorozat itt végig. Reliquary, ez pontosan nem tudom mit csinál, majd utána nézzünk, RF Toolsunk is van, Enderájunk is van egyébként, ha azt nem mondtam, oldott Twilight Forestunk, Thermal Dynamics, azt mondja, hogy Zetons, Tinkers, Translocator, Enderájot nem láttam benne, pedig idem itt van, azért mondom. Oké, srácok, ennyi, tehát ez ennyi a modpack, nem egy olyan nagy, de nagyon jó összetétel, tényleg lakalappal a pack készítő előtt, nagyon jól összeállította, úgyhogy fogjuk ezt szeretni, és fogjuk használni nagyon-nagyon sokáig. Oké. Igen, tehát arról volt szó, hogy csinálok majd egy Tinkers-es olvasztókemencét, és csinálok egy brickes cuccot is. Na, ezt tüntessük már. Jó. Tehát kell nekünk egy ilyen brick furnace, amihez kell lesz majd nekünk salt block, amivel nem lesz gond, viszont ahhoz, hogy fejleszteni tudjam az X-et, mining level copper, tehát például még vasat se tudom kiszedni. Van esélyre, hogyha szintet lép, akkor ki tudok vele ütni majd vasat. De egyszerű megoldás, ha én fejlesztem, tehát a fejet majd kicserélem például copperra, mert ugyebár copper már van, hogy nem pazaruljon túl sokat, csak hármat süssünk ki. Annyiból szerintem nem is háromból, talán egyből ki tudom önteni a fejet, meg kellene csinálni magát a Tinkers-es dolgot, de azzal szerintem visszajövök. Közben haladok én, csak most meg sóder hiány lépett fel, elmentem agyagozni is egy kicsit. Sódert viszont itt lent szerintem tudunk alkotni. Limestone-ból annyi van, mint a szemét. Az oké. Okay. Só az nem árt majd. A legegyszerűbb kaja ugyebár majd a szárított zombi hús. Bár hogyha csinálunk esetleg egy mob csapdát. Innen drittik, hogy kiszedtem az összes sódert már, ez hihetetlen. Pedig az kellene. Egy kis shoulder. Na jó, én el vagyok shoulder keresésben, majd jövök még. Na csak, hogy legyen valami izgalmas. Már biztos láttatok már ilyet. Öbetű lenyomva. Cut. És szopás. Majdnem meghaltunk. Gyorsan világítsuk ki. Mert még saját magunk alatt is kivágott minden követ, mert ugye belkoblére kattintottunk, hát tele is vagyunk, mint a déli busz. Az a lényeg, hogy találtunk a sódát, hát innen majd fel
nyomatjuk magunkat, az nem kérdés. De persze, hogy sóder, de ott van egy kis sóder, na. Hogyha vastag kattintók is egymás mellett van, hogy 3-4, akkor természetesen kiszedi azt is, az összeset ezzel a módszerrel. Ez a mainliner nevezetű mód teszi lehetővé, nem kéne visszaesni, mert a szintünk eléggé lement. Hát ez a kajaszint, jó. Legalább elfogynak ezek a hülye gyümölcsök. Oké, találtunk sódát, ami lényeges volt ahhoz, hogy haladjunk. Úgyhogy lassan megyünk vissza fel. De hát akkor itt már ezek... Na, itt is élvényes egyébként az övetű. Kiszedtük az összeset. Ennyi. Egy katta. És már csak vissza kéne jutnunk. Oda. Nem baj, mókázunk. Kövünk, mint a szemét. Oké. Itt is van egy kis sóder. Már mindegyiket szedjük össze, mert nem tudom, hogy mikor fogy el. Ja, ez már Grandmaster lett és elkapott. Kérdés az, hogy... Mindjárt megnézzük. De az, hogy Grandmaster, ez oké, de a mining level még mindig copper. De annyi, hogy... Most már fel van gyorsítva ezerrel, 250 reston van rajta most, tehát gyógyítja magát. Szépen felmegy egy durability már 6-os, ez nem baj. Amíg smoke-ázok, ott mást csinálok, addig vissza is gyógyul, és akkor nem kell javítani, de mint a drága lenne a javítás, csak annyi, hogy pont shoulder kell hozzá, mert a shoulderből tudunk kikraftolni flintet. Igen, itt akadtunk el, mert elfogyott. Először az agyag, utána meg a sóder, de most már van minden. Csivitelnek itt a pókok, ezeket szedjük ki, amit lehet. Foglalja a helyet, legyen szabad. Ott vannak a mókások. Egyébként Blood Moon. Mindig. Blood Moon. Mindig van Blood Moon. Oké, kraftoljunk össze egy kis cuccot. Most már sóderral nincs gond, most már meg a homok fog elfogyni. Nem baj ez így már azért szerintem, gyanús, hogy elég lesz. Bricket is égessünk egy keveset, mert hogy kell lesz a... ez a brickes kütyűhöz. A brick furnace-hez. Jó. Itt már nincs semmi, üveget égettünk ki. Fogok tudni csinálni, amit kell. Ezt szerintem már is használjuk el mindet. Lehet, hogy praktikus egyébként az üveges megoldás. Ez 6 kell, hát egyébként nem. Nem. Csak úgy mutatós. Legalább egy részén látszik valami. Tehát sok mindent nem érünk el vele. Jó, én visszajövök, hogyha azon a fázison túl vagyok, amit már úgyis 500-szor láttatok. Vagyok megint. Ugyebár lávát kellene hoznom, de vasam még nincs, úgyhogy csinálunk clay bucketet. Nem tudom, hogy egyébként a lávát el fogom-e tudni benne hozni. Kiderül. Majd szerintem ezzel megint jelentkezem. Szerintem ez egy ilyen megszakításos, bejelentkezéses kis epizód lesz. Igen, ez már a fired clay bucket. Igazából ez az MC... Nem tudom, mit jelent az MC48 például. Valószínűleg egyébként nem fog neki tetszeni a láva, de... Egyelőre nincs jobb ötletem, úgyhogy egyelőre marad ez. Ez egy másik dolog, hogy már itt is zombik zargatnak. Ó, kaptunk egy szép kis ládikót. Mondd, hogy van benne valami értékes. Még hogy van? Még hogy de? Na hát a kardra már nem lesz gondom, épp azon agyaltam, hogy nem ártana egy kard. Hát van. Kard. Sőt, egy kis páncélcipő, vascipő, gyémántunk is gyűlik, vasunk is alakul. Na ez pedig jó lesz megsózva nekünk. Mindjárt megmutatom, hogy készül a fincsi sózott zombi hús. Ennyi. Meg egy bambi. Azok ott nagyon hangoskodnak.
még pici is van. Na, azért nem nyitom ki az ajtót. Ugye Blood Moon Rising. Night time. Ajtón keresztül is megütött a kis szemétláda. Na, rakjuk ide az aranyat. És nézzük meg, hogy mi az ábra erre felé. Hát ez gáz. Ugyebár nem tudom ki világítani, mert egyelőre a szenem is elfogyott. Alumíniumot a bánat tudja, hogy honnan szedjek. Itt szerintem... Ja, meg kell ezt javítani. Itt szerintem már... nem tudom igazából az érzgenerálást, mert az, hogy itt ezen a szinten van redstone, azért mutatja, hogy nem normál orgen van a pakban. Tehát ezzel az erővel alumín is lehetne bárhol, de lent elég nagy területet kikaptam a vein mininggal, de semmi. Reménykedek, hogy itt hát úgyis bővíteni kell a termet, és sose elég. Hát ha találunk egy kis alumíniumot, aztán majd jövök. Alumínium kell, hogy ki tudjam égetni az első cuccomat. Ugye bár miért is kell az alumínium? Az alumínium brasshoz, amivel az öntő formákat tudom majd csinálni. Az mindenképp szükségem van alumíniumra. Rész az már van. Éjszaka után érdemes kimenni, olyan mennyiségű mob hal meg a nappali fénybe, hogy a lootot összeszedve igen érdekes dolgokat találhatunk. Már csak azért is, mert ilyenkor is dob ilyen kis zsákokat, és ugye már az előbb már mutattam, meg a zombiusról nem is beszélve, hogy milyen jó kis cuccok eshetnek belőle. Még ez a common, hoppá, de ez is a Dead Inscriber Calculation Process. Azt a mindenit. Egy kis obszidián. Nézzük meg a másik zsákocskát. Mana Steel, és egy kis papír. Minden hasznos. Rare, hoppá. Egy gyémánt, és egy vaskart. Ez uncommon loot bag. Egy vashelmet, az is jó, szép lassan összejön az egész szett. Portálgán! Juhuhuhu! Nagyon gáz! Common loot bag. Hát az így már túl könnyű. Super special blueprints. Immersive engineering-es. Gyíztereget találtunk. Graphite electrode. Van itt minden ember. Kenyér is, egy kis lemez. Jó, kiszedtünk mindent. Ennek az eredményeképpen még egy szettel bővültünk. Nagyon király! Kis mókusok kenyére kentik, nagy mókusok süteménybe tölthetik. Annyit cuccunk van, nem tudom hová tenni. Na, ide is pakolászunk egy kis ritkaságokat. Ez is mellett, az nem ritkaság, de nem tudom hova rakni. Portálgant is oda rakjuk, egyelőre biztos nem fogom használni. Ezt kell egyáltalán tölteni, ezt ugye nem? Bacon gun. Soha nem használtam, hogy őszinte legyek, ez nekem teljesen kimaradt. Ami nem baj, ezt is rakjuk. Királyság. Tehát a lootokat összeszedni, oppa, itt is van valami uncommon loot, ezt nem bontottam ki. Ja, de csak nem kellett nekem a Black Lotus. Nem baj. Ez meg jó lesz majd. Mint CO Essence. Ha elkezdünk termezgetni ezt-azt. Sóval megcsináljuk majd szintén kajának, mert arra a legjobb. Így né. Só az úgyis van annyi, mint a szemét, az majd lesz még. Attól nem félek. Rakjuk akkor ide. Ebbe a zombiósít. Jó. Na, ott tartottunk, hogy még mindig nincs alumínium, de majd lesz. Ez csak idő kérdése. Ha esetleg úgy elmegy az idő, hogy ebben az epizódban nem tudom, hát akkor így fejezzük be, ez akkor ez egy kis rövid előzetes epizód lesz, amúgy is az eleje általában mindig mondjátok nekem, hogy előről kezdjem, de én még nem szeretem egyébként előről kezdeni, mert tök unalmas az eleje, amíg el nem kezded. Bár egy új modpacknál tény és való, hogy érdekes lehet az eleje, hogy hogy indítja az ember mondjuk ezt a magnetic raftos cuccot például. Én ezt értem, és elfogadom, úgyhogy végül is az elejétől indult. Nem sok minden volt, amikor becsatlakoztam. Tegnap este töltöttem le egyébként a launchert meg a modpakot. Úgyhogy tényleg mondhatjuk, hogy az elejétől indultunk el. De ezt nem tudom kiütni. Na,
Alumínium sehol az ég, adjött világon sehol. Hiába mentem lente, bocsá, de majd találok, jövök vissza. Hát srácok, konkrétan úgy járok, hogy itt a fél hegyet elbontottam. Alumínium nincs, és sajnos nem olyan a neji. Valószínűleg egy mod hiányzik, hogy kírja, hogy milyen a mélységben érdemes bányászni mondjuk az alumíniumot. Úgyhogy fogalma sincs az old generációjáról a modpaknak. Ennek utána kell lesz nézni mindenképpen. Csináltam már egy barát is, mert rengeteg kövünk lett értelemszerűen. Gold ore. Az hogy sikerült? Szerintem a felrobbant creeper okozta. És úgy sikerült lebontani. Az a lényeg, hogy nagyon sok mindenünk lett. Többek között kövünk. Meg rengeteg kivilágítatlan helyünk, ahova majd beszpawnolgatnak. És az igazából, hát ide egy könnyen nem másznak fel, de azért esély megvan rá, ha én felmásztam. Úgyhogy még egyelőre nem tudok mit kezdeni alumínium nélkül, tehát az lenne a következő lépés mindenképpen. Öntünk maguknak egy kopper fejet a sárkányunkhoz, és onnantól kezdve tudunk tovább bányászni, mert hiába raktam rá gyémánt modifikációt, ami elméletileg megemelni a mining leveljét, nem történt, meg nem véletlen, hát valószínűleg így van beállítva modban. Úgyhogy mindenképp fejet kell ezt cserélni rajta, amit meg is fogok ejteni, mihelyt tudok kiönteni belőle. Mondjuk lávát sem hoztam még, tehát mindenképp egy hosszadalmas dolog. Felvezetésnek szerintem jó volt ez a rész, látjátok, hogy milyen modok vannak benne, mire kell készülni. Ez se lesz egy egyszerű mód, de azért vannak benne olyan dolgok, amik mégis egyszerűbbre teszik az egészet, és gyorsabban fogunk tudna haladni, mert például ez a bányászás az öbetűvel, hogy a félvilágot lebontja egy jó csákány, és nagyon hamar jó csákány lesz, hanem is az. Úgyhogy én búcsúzom, szerintem felvezetésnek ennyi volt, sziasztok, Amur voltam.